Megvásárolta a debreceni önkormányzat a labdarúgó NB1-ből kiesett helyi csapatot. A DVSC-ben eddig kisebbségi tulajdonos önkormányzat mostantól 100%-os tulajdonosként működtetheti a Lokit. Pap László polgármester azt mondta, biztonságos anyagi háttér megteremtése a cél, és elvárják, hogy a csapat jövőre visszakerüljön az NB1-be. A klub 2014-ben kapott új stadiont 12 milliárd forintért. A kiesést jelentő szombati mérkőzés után a szurkolók berohantak a pályára, és több játékosról lerángatták a meszt. Frankó dolog-e, hogy végül is önkormányzat fogja fönntartani alapvetően a DVSC-t, miközben ezt megelőzően nem így volt? Pénz-pénz, közpénz jellege. Miután én azon túl, hogy közgazdász vagyok ebben a társaságban, nem tudom, mi ki rajtam kívül. Én egy szenvedélyes futballszurkoló vagyok, és azt kell mondom, közgazdászként a lehető legrosszabb ötletnek tartom. Nem csak azért, hogy mennyi pénzt vesznek el a város, egy dolog, de amikor egy labdarúgó csapat ilyen helyzetbe kerül, mint a Debrecen, ahol van tulajdonos, volt tulajdonos, igen, aki valamennyire átlátja, átláthatta ennek a csapatnak az összes baját, búját, mindenét, a színvonalat azt látjuk, ezzel megterhelni egy várost, aminek a csapatnak az a költségvetése, Gyuri talán jobban tudod, 1,5 és 2,5 milliárd forint között van. Nem játék, nagy pénzről van szó. Én azt gondolom, hogy politikai döntés született, az egyértelmű, nem a város hozta a döntést. Ha néztétek, én néztem a sajtótájékoztatót, az országgyűlési képviselő Debrecen volt polgármestere, adja elő a történetet. Kossa Lajos. Én azt gondolom, a mai polgármesternek kéne ilyen terhet bevállalni. Ugye itt egy nagyon érdekes részvénycsere lesz, a kaszinó pénzek visszamennek a Debrecen tulajdonához, és a tulajdonos meg átadja a csapatot a városnak. De hogy mennyire igaz az Szombathely, bocsáss meg, futball. Szombathelyen látjuk, igen, hogy Szombathelyen most rakják ki a csapatot nagy nehezen az önkormányzatból, évi 3-400 millió forintokat raktak bele a Szombathelyre, eszméletlen pénzek tűntek el. Nulla eredmény. Nulla eredmény, majdnem harmadosztályban vannak, és most jön a következő, Pécsen építik az új pécsi arénát. Ilyen aréna 20-25 milliárd forint. Ugye, ami egy lánci. Ez egy tragédia. És a legmégén is többet nem szólt meg labdarúgó rögbiben. De nyugodtan, csak azt szurkolóként a legnagyobb bajom, az anyagi akonc, megbeszéltük, hogy hogy nem működik, hogy a magyar labdarúgást, ami miért ezt életünket odaadnánk sokan, annyira szeretjük, de azt teszik tönkre. Jó, hát ez nem a fociról szól, egyébként a Pap László, is tönkre teszik, nem Pap csak a László polgármester az előterjesztés ismertetésekor azt mondta, az nem a szíve szerint való, mivel egyel több feladatot tesznek a városra, viszont akiben debreceni szív dobog, tudja, mit kell tenni ebben a helyzetben, és szíves elnézést, és most jön a pszichologizálást, itt csinál Kósa Lajos, Pap Lászlóból Bácskai Jánost. Egy közgazdasági mondatot még hozzátennék, én is Tau. Ja. Tau. Oké. Okay. Nem kicsi. Bement a városba. Támogatjuk, nem Budapestet kérem tisztelettel, hanem Debrecent. Rendben. 600 milliárd után még ezt is oda nyomtuk. Igen, ott a BMW. Miért nem veszi át a BMW a DVS-t? Győrben ott volt, annak ide az Audi, persze után szétlopták az egészet. Azt hallom debreceni barátaimtól, akik egyébként sírnak, mert kiesett a csapat, azt hallom tőlük, hogy az az elhatározás született bizonyos körökben, hogy Debrecenből mint a fővárost kezdeményeztetünk. Nem Felcsút lesz a főváros, eddig azt hittük, Debrecen lesz a főváros, és ezért minden pénzt és minden fejlesztést oda teszünk. Hogy látjátok, kedves magyar választók, ha miénk egy város, hogy fejlődik, és amikor nem a miénk a Budapest, hogy pusztul el? Ennek van. Nem értem, hogy miért a természettudomány. A polgármesternek a Bácskai Jánosítása az alábbi mondatokkal zajlik. Tessék. Kósa Lajos, a mi felfogásunk a sporttal kapcsolatban az, hogy a magyar kultúra része, a Loki debreceni identitás része, ugyanúgy, mint a Nagy Templom, vagy Szabó Magda munkássága. Szegény. A Lokira ugyanis még, hadd fejezzem be, a Lokira ugyanis még az az ember is Debrecen szimbólumaként tekint, aki soha nem járt még a Nagyerdei stadionban. Egy korszak lezárult. A korábbi időszak sikereit nem kell megmagyarázni, de most már másfajta működési rendre van szükség, amit végig kell gondolni. Csak a nők kedvéért magyarázzátok meg, hogy az eddigi tulajdonosnak, valami Szirmainak, vagy kicsodának, Szimagábornak, tök mindegy, annak elvihette magával a kaszinó koncessziót, és ott hagyta a városnak a csapatot. De nem tudjátok, de a kaszinó szerződésben benne volt, hogy a bevétel, nem tudom, az eredmény vagy bevétel százalékát le kellett adni.
Tehát de nem maradhatod el a futballszponzorálás. Egy olyan jövedelemnek, ami nem adózik. Most miután megszabadul, szerintem ő járt a legjobban, visszakapja a kaszinó teljes 100%-ba, és megszabadult ezt a csapattól. Egy okos ember. Nem tudjuk, és nem adózik. Nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségei vannak, de ebbe aztán végképp inkább veled veszek össze, mint Pintér Sándornak, mondok olyasmit, amiért eljárnak velem. Nem csodálom, csak kíváncsi lettem volna. Semmi, hát hogy ha itt a kaszinó koncesziókról elhamarkodott mondatot mondok, akkor esetleg a 12. keleti otthonomban felkeres még ma a rendőrség. Na, de én azt akartam volna ezzel megtudni, hogy annak az embernek, aki mostanáig a Loki sikereiben részes volt, de mostantól kezdve a Loki terheit átnyomja, az adófizetők terheivé teszi, hiszen hát a város átveszi, az jutalmul megkapja-e az összes pénzt, ami a kaszinóból származik, vagy sem? Ezt ember nem tudja. Ez egy fordított fölállás, Kati, mert eddig az volt a közhatalomnak, a főhatalomnak az elvárása, hogyha jól akarsz járni, akkor vegyél és támogass egy magyar futballcsapatot. A hívek, a hűbértársam hűbéresei olyan helyzetbe kerültek, hogy futballcsapatot kellett szeretniük és támogatniuk. Ez az ember most fordítva működik, kiesett a csapat, elveszik tőled ezt a privilégiumot. Nekem egy mondat, hogy be fognak hozni, a polgármester a cikkekbe leírja, új vállalkozói kört akar behozni. Igen. Új hűbéresek érkezése. És látjuk, hogy a foci a Lánchíd sorsára jut. Igen. Kvázi áldozatává igen. válik ennek az a foci már beleesett a Dunába, a Lánchíd még nem. Áldozat, tehát itt a beteg az nem lesz meggyógyítva. Feri, hogy legyen keretes szerkezete a műsornak. A Lánchíd része a világörökségnek, a debreceni futball még nem az. Nem, de annyiban nincs igaz a Bódisnak, hogy valójában egyik se, tehát a Lánchíd történet se a Lánchídról szólt, és a Debrecen se a Debrecenről szól. Ez pénzről szól. Igen, ez kizárólag pénzről szól. Na de gyerekek, amikor beszaladnak oda a szurkolók, és letépdesik a mezeket a sportolóról, erről a csapatról beszélünk, ugye? Az mégis valamilyen általános elégedetlenséget mutat. Nem, az az ultrák elégedetlensége. Majd ha az ultrák annyian lesznek, hogy eltömítik. Csak az ultráké? Az csak az ultráké. Ha az ultrák annyian lesznek 30 ezeren, akkor nem lesz ilyen megoldás. Ez ugyanaz, mint a társadalmi elégedetlenség, annak van egy minőségi pontja, ami után mi alapvetően másról fogunk beszélgetni. Az ultrák száma nem. Gondolod még a Debrecennek az átlag nézetszáma 3922-es stadion, tehát ugye 20%-on sem működik. Tehát ez a 2-3 ezer ember 200 ezeres városban. Szombaton mínusz 500-an mentek mérkőzést nézni. Mindenesetre a taxisofőr, aki hozott, az azt mondta, hogy nem lesz itt addig futball, ameddig a 15 éves focistáknak az a fontos, hogy hogy áll a hajuk, és hogy mennyi pénzt kapnak. Ez a két dolog érdekli őket. Futball onnantól kezdve van, amikor meg akarnak halni a csapatért. Jó, azt ismét ezt a Dávid mondta. Tudja értelmezni, mert én ennek a részleteit nem ismerem. Debrecen önkormányzata egyességet köt a DBSC ZRT jelenlegi többségi tulajdonosával, megvásárolja a többségi tulajdonos részvényeit, és 2%-i részvét kivételével teljes egészében átvesz. Minek hagyja ott? A Szima Gábor közben megígéri, hogy ő támogatni fogja. Elnézést, lehet, hogy rosszul mondtam Pintér Sándor nevét, és más keres föl, de hogy ez a történet 18 éve felülieknek való, és nem a DBSC-ről szól, az tuti. A kontinuitás jegyében ott van. Ez a politikai és a gazdasági pornó legmélye. Egyetért. Akkor mégiscsak jó pulóvert tetszett. Én tudtam, hogy itt nagy összefüggések vannak. Ez záró műsornak tökéletes, hogy minden és oda. És továbbra is tiltakozunk. És mindig oda jutunk, látom. De Feri, most komolyan, tudnánk mi erről úgy beszélni, hogy azt mindenki értse, és mindegyiknál ott lennének azok a papírok, ami alapján nem lehetne bennünket elvinni? Hát egyébként, és ha komolyan mondod, hogy ha nyílt kártyákkal lennének, ha tudnád azt, hogy Magyarországon egy labdarúgó csapat hogy gazdálkodik, ha pontosan tudnád, hogy az önkormányzat nem fogja tudni, hogy milyen támogatási rendszeren keresztül kapnak egy pénzt. Hogy lehet az, hogy te tudod azt, hogy a Barcelona 9-ese vagy a 10-ese mit keres, és nem tudod megmondani, hogy a Debrecenben egy labdarúgó mit keres, nem munkaviszonyban, hanem arculatszerződésekkel, tehát elrejtve minden. Ha ezek tisztázva ennek, akkor lehetne értelmesen beszélni a dologról. Neked kedves párt 3 évig perelte ki. Elnézést, a TAU információkat a felcsúszott. Azt mondta, hogy sajnos vége van a műsornak. Én ahogy a Ferit ismerem, lehet, hogy egyáltalán nem bánja. Úgyhogy maradjunk abban, hogy sajnos, de reménykedjünk abban, hogy tényleg sajnos. Mindenkinek köszönjük a türelmét, különösen én. Jövőre jövünk.